Megkezdődött a harc a liberális pártelnöki székért Ludovik Orbán és a Florin Kölcú Emil Bob kettős között, állítják bukaresti sajtóforrások. Előbbi már közölte, hogy indul a tisztúító kongresszuson az elnöki tisztségért, a miniszterelnök is utalt erre. Természetesen, válaszolt Florin Kölcú miniszterelnök hétfő este arra az újságírói kérdésre, hogy szeretne-e betölteni vezetői tisztséget a Nemzeti Liberális Pártban. A kérdés további firtatására, bár azt nem közölte konkrétan, hogy az elnöki tisztségre gondol-e, hozzáfűzte. Én azt hiszem, hogy honatyaként, pénzügyminiszterként és miniszterelnökként felhalmozott tapasztalatom segítheti a pártot a következő időszakban. Közben ugyancsak hétfőn a Nemzeti Liberális Párt Országos Végrehajtó Bizottságának ülését követően Ludovik Orbán pártelnök bejelentette, a kongresszuson, melynek időpontjáról hamarosan döntenek, ismét megpályázza a pártelnöki tisztséget. Ráles Bogdán, liberális első alelnök nyilatkozata kapcsán, miszerint Ludovik Orbánnak nagyon erős ellenfele lesz a megmérettetésen, a párton belüli demokráciát hangoztatta. Bárki indulhat, aki akar, a Nemzeti Liberális Pártban demokrácia van. Ha lesz ellenjelöltem, korrekt, pozitív kampányt fogok biztosítani, ami nem teremtene légüres teret az ellenjelölt körül, hanem az én párttal és Romániával kapcsolatos projektemmel foglalkozna a következő 4 évre. Az egyelőre nem világos, hogy ki lesz az emlegetett erős ellenjelölt, de egyes források szerint Florin Kölcú és Emil Bok hétfői találkozójukon a kongresszusra esedékes partnerségükről egyeztetett. Emil Bok támogatásán nagyon sok múlik, a párton belül ugyanis ő az erdélyi liberálisok vezetője, így sok szavazatot visz annak, akit támogat. A Bokféle szárnya Kolozs megyei prefektus kinevezése kapcsán került konfliktusba Ludovik Orbánnal. Továbbá azt is a szemére vetették, hogy túl sok fontos minisztériumot engedett át az USZERE Plusznak a koalíció tárgyalásokon.